Köszöntjük a Magyar Kanizsai Körkép nézőit. Műsorunk tartalmából kiemeljük. Megtartották a községi képviselőtestület 29. ülését. Átadták az iszappakolási részleget a gyógyfürdőben. András napi sokadalom és népmesemondó verseny Oromhegyesen. Tömeges részvétel a Hurka és Kolbász Fesztiválon Adorjánon. Újra karácsonyi vásár Magyar Kanizsán. Ezek fontosabb híreink, tartsanak velünk! A községi képviselőtestület november 27-i 29. rendes ülésén több rendeletet és határozatot hoztak meg a képviselők. Kassa Attila, az általános ügyek és társadalmi tevékenységek főosztályának vezetője ismertetésében elhangzott ingatlanokra vonatkozó rendeletjavaslatokat szótöbbséggel elfogadták. Ennek értelmében elindulhat az eljárás a Horgoson lévő telek megszerzéséért, ahol kiépülhet a nyomásnövelő szivattyútelep, amely szükségtelenné teszi a 700 méter hosszú vízvezeték megépítését, ezáltal jelentős anyagi megtakarítással jár. Használatba adja a község a Kishomok közelében lévő építési területet a regionális hulladéktároló hulladékgazdálkodási korlátolt felelősségű társaságnak átrakóállomás építése céljából. Szintén ingatlant ad át használatra a Kommunalac kommunális szolgáltató közvállalatnak a Magyar Kanizsai Katolikus Nagytemetőben. A Tiszaparton lévő kajakház felújításához 3 millió dinárral járul hozzá a község, az illetékes adóhatóság megállapítása szerint ennek arányában 1/6 részben szerez a község tulajdonjogot. A képviselők elfogadták a sportfejlesztési programot a 2015-től 2018-ig vonatkozó időszakra. Bondovics István felszólalásában kifogásolta a sport támogatására fordított pénzeszközök nagyságát. A vagyonadóhoz kapcsolódó napirendi pontokat csomagban tárgyalta a testület, előterjesztésében Domonkos Tibor, a pénzügyi költségvetési és adóigazgatási főosztály vezetője elmondta, a 2015-ös községi vagyonadó kulcsmértéke nem változott. Amennyiben beszélhetünk változásról, akkor a következő évben Magyar Kanizsán és Horgoson a második övezetben található lakások és lakóházak tulajdonosai élveznek majd könnyítést, azért, mert a köztársasági adóhivatal úgy rendelkezett, hogy a második zónában található lakások átlagos négyzetméterenkénti ára, amit a forgalom alapján számoltak ki, az adásvételi szerzések alapján, 34.500 dinárról 32.500 dinárra csökken, illetve a lakóházak esetében ugyanebben a zónában pedig 28.000 dinárról 23.000 dinárra csökken. Ez mindenféleképp azt jelenti, hogy az ezekben az övezetekben található ingatlanok adóalanyai, vagyis tulajdonosai, azok a következőben kevesebbet fognak fizetni. Harmadszor került módosításra a 2015-ös évi községi költségvetés. Bontovics István felszólalásában jelezte, hogy a helyi közösségek nehezen jutnak hozzá a saját eszközeikhez. Napirenden szerepelt a költségvetés megvalósulásáról szóló januártól szeptemberig terjedő időszakra vonatkozó jelentés. Az említett időszakban a költségvetés bevételei 566 millió dinárt tettek ki, a kiadások pedig 544 millió dinárt. Az alacsony relatív megvalósulásban jelentkező bevételek a tervhez képest a keresetekre kirótt adó, a kőolajjáradék, az állami mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó bevételek. A kiadások, illetve ráfordítások szintjén az egyes szervek és intézmények megvalósulási rátája az nagy mértékben függ attól, hogy az adott intézményben az önkormányzat biztosítja, avagy nem biztosítja a foglalkoztatónak a béreit, illetve hogy megvalósulnak-e bizonyos beruházások, vagy az adott beruházás a terv szintjén marad az idei költségvetésben. A bevételek és a kiadások 55, illetve 52%-ban valósultak meg, tette hozzá a főosztályvezető. A képviselőtestület szavazott iskolaszéki tagok felmentéséről és újak kinevezéséről is. A Magyar Kanizsai Gyógyfürdő napja alkalmából az intézményben átadták a felújított iszappakolási részleg első fázisát.
Az ünnepségen köztársasági, tartományi és önkormányzati tisztségviselők is megjelentek. A Magyar Kanizsai Gyógyfürdőben az idén a beruházások értéke meghaladta 37 millió dinárt, amelynek 80%-át a tartomány biztosította. Tavasszal felújították a tetőszerkezetet, most pedig az iszappakolási részleg rekonstrukciójának első fázisa fejeződött be, aminek értéke 13 millió dinár. Jövőre még jelentősebb modernizáció valósulhat meg. Az Abella épületében levő iszap fürdőt áthelyezzük az Aquamarin épületébe, és ezzel majd bővítjük ezt az egész. Egy kisebb iszappakolás központot szeretnénk létrehozni. A tartományi kormány komoly támogatást nyújt a Magyar Kanizsai Rehabilitációs Szakkórház fejlesztéséhez. A tartományi egészségügyi titkár szerint azonban segíteni kell az intézményt abban is, hogy az egészségbiztosítás terhére minél több páciens juthasson el ide gyógykezelésre. Ezt úgy lehet elérni, hogy az egészségügyi minisztériumnak javaslatot kell tenni az illetékes szakbizottság felé, minek alapján a köztársasági egészségbiztosítási alap pénzt biztosít arra, hogy az otthon ülő, de gyógykezelésre szoruló emberek eljuthassanak egy ilyen szép gyógyfürdőbe, mondta Veszna Kopitovic. A Magyar Kanizsai Önkormányzat a jövőben azon dolgozik majd, hogy más tartalmakhoz is hozzásegítse a nagymúltú intézményt. De én nagyon szeretném, hogyha a magyar kanizsaiak és a környékbeliek megelégedésére is egy 5 éven belül már egy wellness tartalommal kibővülő fürdőről beszélhetünk. Az átadón dr. Slobodanka Drndarski az intézmény igazgatója mellett Miroslav Vasin és Nyilas Mihály tartományi kormányelnökök, valamint a tartományi egészségügyi titkár vágta át a szallagot. Csodasarok került Horgosra, amelyet november 26-án Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke adott át Tilinkó Lucának, a Kárász Karolina Általános Iskola második osztályos tanulójának. A magyarországi miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárság által életre hívott Miénk a város játékon több mint 3000 gyerek vett részt, mondta Nyilas Leonov Anita. Nagyon szép eredményeket értek el, hiszen 11 csodasarok kerül a vajdasági iskolákba, melynek értéke egyenként 100 000 forintnyi összegű. Nagyon fontos az, hogy a gyermekek egy hónapig játszottak, 4 hét alatt egy-egy kvízt töltöttek ki. Majd rajzoltak, fogalmazást írtak, mind olyan témában, amelybe be kellett mutatni azt, hogy ők hol élnek, az iskolájukat, a közösségüket. Tilinkó Luca hétről hétre sikeresen vette az akadályokat, kitartásának meg is lett az eredménye. Sokat rajzoltam, meg sokat gyurmáztam, meg festeni is jó volt. Mindig fél hétkor fölkeltem, hogy megcsináljam a feladatokat. Petőfi Sándor ősz elején. Üres már a fecskefészek, itt az eszter héj alatt, üres már a gólyafészek, tetejében a kéménynek, vándor népe ott halad. Ott a messzeség homályén, ott az ének magasán, látom még mind kis felhőket, vagy már nem is látom őket, csak úgy képzelem talán. Elröpülnek, elröpülnek tavas nyár vendégei, és őket már nem sokára a kertes mezők virága s a fák lombja követi. A csodasarok, amely fejlesztő játékokat, gyermekkönyveket, egy csocsóasztalt, egy táblát és tanúsítványokat tartalmaz, a diákok iskolájuknak nyerték, amelyek közül a nyertes egy ajándékot hazavihet jutalmul. A játék célja, hogy lehetőséget biztosítson a gyerekeknek, hogy tehetségük szerint tenni tudjanak közösségükért. Az Oromhegyesi Arany János Általános Iskolába 2 csodasarkot nyertek a diákok, és egy került a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézménybe. Az 5. András napi sokadalmon vettek részt az érdeklődők a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezésében november 28-án Oromhegyesen a faluházban, ahol a kézművesek, a hagyományőrzők bemutatták portékáikat, mesterségüket.
A gyerekek örömmel vettek részt a karácsonyi készülődésben, és egyebek mellett a kosárfonást, a csuhézást, a szövést, fonást is kipróbálhatták. Az egyesület fókuszában a hagyományok ápolása áll, mondta Koncz Lázár, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke. Úgy gondoltuk, hogy advent előtt való hétvégén, akkor kezdődtek tulajdonképpen András napkor valamikor is a disznóölések, és akkor betettük egyúttal a Kocsonya Fesztivált is, hogy tehát Kocsonya bemutatót is tartunk, kiállítást is rendezünk a Kocsonyából, hogy a hagyományoknak megfelelően ez is benne legyen, itt legyen minden egyrakáson, és akkor itt meghívjuk a kézműveseket. A Művelődési Egyesület az előző évben 170 tányér kocsonyát főzött a rendezvényre, az idén a nagy érdeklődésre való tekintettel 250 adag várta a régi étek kedvelőit, mondta Kalmár Eszter, az egyesület tagja. 45 kiló körömből, 30 kiló csülökből és 10 kiló fülből főztük a kocsonyát, amit tegnap reggel 5 órakor indítottuk, délbe ezártuk a tüzet alatta, 2 órát utálattuk. A sokadalmon résztvevő 16 kézműves egyike, Gór Endre, Péter Révei kosárfonó, aki mit mondja, a hangulat és az ismerősök vonzák évről évre erre a rendezvényre. Magán a kosárfonáson kívül dísztárgyakat, üvegeket, üvegbefonással foglalkozom, bútron kívül, tehát bármit. A kirakodó vásárosok között Törtei Erzsébet is örömmel foglalkozott a legkisebbekkel. Tűtartónak is bárminek, bármire díszítésre föl lehet használni. És ebbe be tudják vonni a gyerekeket is. Igen, a gyerekek szorgalmasan dolgoznak. Török Balázs, aki először látogatott el édesanyjával és testvérével a sokadalomra, szívecskét készített. Karácsonyra meg ilyen adventi vasárnapjára készülődünk, most van nyitva a templom. Az Oromhegyesi Sokadalmat délután a helybeli Bohémia színjátszó csoport előadása zárta. A rendezvényt támogatta a tartományi, oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság, a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alap, Magyar Kanizsa önkormányzata és az Oromhegyes helyi közösség. Több száz embert mozgatott meg november 28-án az Adorjánon megrendezésre kerülő Hurka Kolbász Fesztivál. A szeszélyes időjárás ellenére a helyi közösség és az Adorjáni Művelődési Egyesület hagyományos rendezvényére nem csak Vajdaságból, hanem Magyarországról is érkeztek. 84 csapat jelentkezett be, 2 végén nem ért ide, tehát 82 csapat méri össze tudását. Az idén Szerbiából és Magyarországról vannak versenyzőjeink. A fesztivál szervezői, mint minden évben, idén is ingyen hurkát és kolbászt osztottak. Összesen 10 000 adag hurkát és kolbászt fogunk szétosztani, ebből közel 2 000 darab hurka, valamint 8 000 adag kolbászt fogunk szétosztani. A csapatok többsége hagyományos és házias ízű ételeket készített. Mink maradunk a hagyományos hurkánál, kolbásznál. Semmi különös nincsen benne hagyományosan, ahogy az ős szüleinktől tanultuk. A hurka és a kolbász készítés mellett voltak, akik már kész és különleges ételeket is magukkal hoztak. A hagyományok között nem tradicionális ez a chili paprika, de ennek a termelése most elindult úgymond Kupuszinán, és az asszonyok csinálják ezeket a csokrokat. Hoztunk ajvaros paprikát, hoztunk sajtokat, hazai kolbászt, és aminek én nagyon örülök, hogy minden elfogyott. Egésznapos kirakodóvásár, valamint lakodalmas zene szórakoztatta az érdeklődőket. Délután fellépett Zvonkó Bogdán és tambura zenekara, valamint a magyarországi Edda zenekar. Az est folytatásában retro diszkó várta a bulizni vágyókat. A rangos zsűritagok a 3 legjobban elkészített és fűszerezett hurkát, illetve kolbászt díjazta. A legjobb hurkáért járó díjat a martonosi focicuki csapata kapta, míg a legjobb kolbászért a kishomogi mágusok. A legjobb csapatnak a tornyosi haspókok bizonyultak.
Idén már 15. alkalommal került megrendezésre a karácsonyi virágkötészeti verseny a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki középiskolában. 47 tanuló készített adventi koszorút és karácsonyi asztali díszt három kategóriában. A haladó kategória, akik már második éve tanulják a virágkötészetet, akik első évben tanulják most, ők a kezdő kategória, és akkor az általános iskolások meg a négy kis elsős kislányunk lesznek az amatőr kategóriában. Rekecki Katalin már negyedik alkalommal indult a versenyen. A mostani téma az a karácsonyi asztali dísz volt, felhasználtam tobozt, abból csináltam egy karácsonyfát, megpróbáltam visszahozni a karácsonynak azt a jellegét, egy karácsonyfával a hóesést, a téli tájat, hogyha mostani időben már nem is esik a hó. Mi kell ahhoz, hogy egy karácsonyi dísz trendi legyen, tehát hogy érdeklődjenek iránta az emberek? Hát mindig követni kell a divatot, vagy egy nagyon jó ötlet, amit más például nem talál, egy újabb újdonság. A zsűri figyelembe vette a gyertyák színét, elhelyezését, a természetes anyagokkal és növényekkel való díszítést. Az első három helyezett ajándékba részesül. Kategóriánként az első díjasok mindig könyvet szoktak kapni, második hely metszóló, harmadik díj azok ilyen kertészeti kellékek, és akkor külön díjasok is szoktak lenni, tehát ők meg azt mondom, kertészkesztyűt fognak kapni ajándékba, amit az iskola és a tangazdaság biztosít. Haladó kategóriában Kávai Zsanett alkotása bizonyult a legjobbnak. Második helyezett Demus Natália, míg a harmadik Remete Brigitta és Iván Anetta lett. Külön díjat Szabó Helena, Rekecki Nikoletta és Őszperge Vivian kapott. Kezdő kategóriában Balázs Rita bizonyult a legtehetségesebbnek, míg Molnár Enikő a második legjobbnak. Faragó Klaudia nyert el az első helyezést az amatőr kategóriában. Külön díjat Sarnyai Anabella és Molnár Katarina kapott. A Magyar Kanizsa Község Pedagógus Egyesülete szervezésében november 28-án szombaton tartották meg Oromhegyesen az ezer esztendő népmesemondó versenyt, melynek házigazdája az Arany János Általános Iskola volt. Idén már 10. alkalommal került sor erre a megmérettetésre, mondta Vajta Attila, az iskola igazgatója, aki ezúttal Magyar Kanizsa Község Pedagógus Egyesülete elnökeként volt jelen a versenyen. Az idejében én, ahogy tudom, több mint 50 versenyző és a felkészítő tanáraik lesznek jelen, tehát 100 ember megmozgatásával indítottunk. Szívesen járnak ide ezek a versenyzők, mert tudják, hogy minden évben szép jutalmakat tudunk biztosítani. Ezek általában, ahogy illik is, meséskönyvek, tehát egy szebb kivitelezési meséskönyveket fognak kapni a győztesek, illetve mindannyian oklevélben részesülnek. A versenyhez képzőművészeti pályázat is kapcsolódott, amelyre a község minden óvodájának végzős tagozatáról érkeztek munkák, mondta Fejős Vajda Beáta tanítónő, a mesemondó verseny főszervezője. Kifejező készség fejlesztésére fektettük a hangsúlyt, és ezért a mesemondás, a meseírás és fölolvasásra foglalkozunk. Az első osztályosoknak csak kimondott a mesemondás, a második, harmadik, negyedik és ötödik osztályosoknak már írásbeli része is van, a kisebbeknek főleg a mesékhez kapcsolódó feladatlapok, a negyedik, ötödik osztályosok pedig már fogalmazást írnak az olvasottak alapján, amit utána föl is olvasnak, és ez alapján döntenek a zsűri tagjai, hogy ki volt a mai napon a legsikeresebb, vagy kik voltak a legsikeresebbek. Az orami második osztályos Kovács Viktória először vett részt a megmérettetésen a Kismalac és a Farkasok című mesével. Kicsit sokáig tartott, amíg ezt megtanulom, de gyakoroltam a Fannival is, a testvéremmel is, a anyával is, a tanítónénivel is, mindenkivel. A kifejezőkészség fejlesztésének eredménye nem korlátozódik a tantermek falai közé, sőt, más készségek is fejlődnek és kifejezésre jutnak. Szerintem nagyon jó ez a verseny arra, hogy a gyerekek szokják a versenyhelyzetet, hogy megszokják, hogy közönség előtt kell, hogy föllépjen. Az ezer esztendő népmesemondó versenyt támogatta a Magyarországi Embererőforrások Minisztériuma és Magyar Kanizsa Önkormányzata. Múlt héten arról számolhattunk be, ugye, hogy a Sabacon
megrendezendő playoffba bekerült a Potisze, ami a legjobb 4 csapat közé való tartozást jelenti Szerbiában, az első birkozó ligában. A november 22-én tényleg mondhatni, hogy megvédték a haza becsületét a magyar kanizsai birkozók, ugyanis a Proleter ellen elszenvedett vereség után maximálisan és remekül helytálltak a szabadkai Spartacus csapattal szemben, akitől a 5. vagy a 6. fordulóban kikaptunk először 5-3-ra, most sikerült őket 6-2-es eredménnyel úgymond hazaküldeni, és elorozni előlük a 3. helyért járó bronzérmet. Kedves magyar kanizsa községbeli lakosok, szeretettel meghívjuk Önöket a karácsonyi vásárra, amelyet december 5-től december 20-áig tartunk minden hétvégén a főutcán, az Unidom előtti téren. Most hétvégén, 5-én és 6-án különböző gyerekprogramokkal várjuk az ide látogatókat. Mind a két napon óvodásokkal az óvónők fognak foglalkozni. 5-én szombaton az Ozorai Árpád színjátszó csoportjának mesefigurái fogják megszólítani az ide látogatókat, a gyerekeket. Vasárnap pedig, immár 5. alkalommal, a már megszokott Mikulás futás fogja a kezdetét venni 17 órától a kajakháznál. A mikulások a vásárhely színére, miután befutnak, a legkisebbek csatlakozni tudnak hozzájuk, és el tudnak együtt futni az áruházig, egy kisebb kört tenni, és visszatérni a vásárhely színére, ahol kisebb édességekkel kedveskedünk a legkisebbeknek. Az egyik ilyen kuriózum, a cukormázas alma lesz a vasárnapi napon. Különös kvartett vendég szerepel Magyar Kanizsán december 10-én este 8-kor a Művészeti Háza kis termében, a Regionális Kreatív Műhely szervezésében, egy angol-olasz-szerbiai kvartett. Vonós triónak mondanánk, ha nem lenne egy fúvós hozzá, méghozzá tárogatón és bariton szaxofonon. Jazzhez, improvizációhoz, kortárs zenéhez is közük van ennek a nemzetközileg is ismert társaságnak, amely George Haslam neves angol szaxofon doajén vezet, és azon kívül, hogy különleges a felállása, hiszen tárogatót ritkán hallunk nem magyar népi hangszerként játszani, és az is különlegesség lesz még, hogy teljes mértékben akusztikus a koncert. Tehát az az intimitás, bensőségesség, amelyet a mikrofonok néha elvesznek tőlünk, az most visszadatik, semmiféle erősítés nem lesz, egy igazi, jó kis bensőséges kamarazene. Csütörtökön, december 10-én este 8-kor a Művészetek háza kis színpadán, egy vonós trió és egy fúvós előadásában. George Haslam Quartet, tehát még egyszer december 10-én este mindenkit szeretettel várunk a Művészetek házába. A belépés díjtalan. Na 29. sjednici Skupštine općine Kanjiža održanoj 27. novembra donošenje više odluka bilo u vezi regulisanja imovinsko-pravnih odnosa koje je obrazložio načelnik odjeljenja za opšte poslove i društvene delatnosti Atila Kasa. Usvojena je odluka o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta radi rešavanja nedostatka odgovarajuće lokacije za izgradnju crpne stanice za povećanje pritiska u cilju realizacije projekta za produžetak vodovodne mreže u Malim Pijacama. Odlukom je preneto pravo korišćenja regionalnoj deponiji Subotica na parceli u svojini opštine Kanjiža, koja se nalazi u katastarskoj opštini Martonoš, namenjenoj za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim dvorištem. Javnom preduzeću Komunalac bez naknade date su na korišćenje nepokretnosti radi obavljanja komunalne delatnosti i upravljanja grobljem na velikom katoličkom groblju u Kanjiži. Doneta je i odluka o pribavljanju 1/6 nepokretnosti u Kanjiži koja se odnosi na učešće opštine u troškovima adaptacije potkrovlja kajakaškog doma u vrednosti 3 miliona dinara. Usvojene su i odluke o postavljanju spomen ploče za obeležavanje mesta prihvata izbeglica iz Mađarske 1956. godine ispred Doma kulture u Horgošu. Podršku
odbornika dobio je program razvoja sporta opštine Kanjiža za period 2015-2018. godine. Primedbe je imao odbornik Ištvan Bontović, smatrajući da bi se za potrebe sporta moralo izdvajati više novca. Usvojen je i srednjoročni program uređenja građevinskog zemljišta opštine Kanjiža za period do 2020. godine. Na dnevnom redu su bile i odluke o stopama poreza na imovinu, određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji opštine Kanjiža, kao i o određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu, kao i odluka o stopi amortizacije u opštini Kanjiža za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čine osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige. Usvojena je i odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Kanjiža. Pred odbornicima se našao i treći rebalans budžeta opštine za ovu godinu, kao i izveštaj o ostvarivanju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine. Prihodi budžeta u periodu januar-septembar ove godine ostvarili su oko 55%, a rashodi oko 52%. Doneta je i odluka o poveravanju obavljanja određenih komunalnih delatnosti koje su od opšteg interesa za opštinu Kanjiža preduzeću Potiski vodovodi iz Horgoša. Data je saglasnost na izmene programa poslovanja komunalca, a izvršene su i kadrovske promjene dva člana školskog odbora u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Kanjiži. Novi blatni blok u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Kanjiža otvoren je u okviru obeležavanja dana Banja Kanjiža. Ukupna vrednost investicije na rekonstrukciji i modernizaciji prve faze blatnog bloka iznosila je 12,9 miliona dinara, pri čemu su iz pokrajinske kase resorni sekretarijati za zdravstvo i privredu obezbedili 6 miliona dinara, Kanjiška opština je pripomogla sa 200 hiljada dinara, dok je iz sopstvenih sredstava Banja Kanjiža izdvojila 6,7 miliona dinara. Završetkom prve faze rekonstrukcije i opremanja blatnog bloka, kako je istaknuto na svečanosti, stvoreni su uslovi za unapređenje zdravstveno-banjskog turizma primjenom prirodnih lekovitih činilaca, termomineralne vode i lekovitog blata i time je podignut nivo konkurentnosti kanjiške ustanove na domaćem i inostranom tržištu. Na svečanosti u holu Banje Kanjiža učesnike je pozdravila direktorka Banje Kanjiža, doktorka Slobodanka Drndarski, a obratili su se još potpredsjednik pokrajinske vlade i sekretar za privredu Miroslav Vasin, pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, profesorka doktorka Vesna Kopitović i načelnik odjeljenja za privredu, financije i razvoj opštinske uprave Kanjiža Robert Fejstamer. Direktorka Slobodanka Drndarski ukazala je da je u ovoj godini smanjena poseta pacijenata, penzionera, sportista i drugih gostiju zbog migrantske krize, zbog čega su gosti otkazivali već zakazane tretmane i odlazili u druge centre, ali je u prvih 11 mjeseci ipak ostvareno preko 58.000 noćenja, a u ovoj godini realizovane su investicije vredne preko 37 miliona dinara, od kojih je najveći deo obezbeđen iz pokrajinskih sredstava. Ove godine završili smo sanaciju ravnih krovova da bi eliminisali problem prokišnjavanja na više tačke objekta. Uporedno smo obnovili i rashladnu komoru da bi obezbedili više i veće uslove za pravo čuvanje za rasladjene namirnice, da, naravno, i smrznute robe. Pored toga, obnovili smo i krovnu konstrukciju, odnosno pojačavali smo krovnu konstrukciju iznad bazena i, naravno, ono što je najvažnije spominjati, tu je prva faza blatnog bloka. Blatni blok je obnovljen. Na koji način se finansiraju ove investicije? Ove investicije uglavnom se finansiraju iz sredstava pokrajine. Tu se radi ove godine, ako gledamo sve naše projekte, o ukupnom iznosu od 37 miliona dinara. Od toga 80% iznosi udeo pokrajinske vlade, odnosno tu pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu demografiju i moramo napominjati još i pokrajinski sekretarijat za privredu.
koji je nadležan za IZO turizam, pored ostalih svojih nadležnosti. I učešće specijalne bolnice kao sopstveno učešće iznosi 20%. S tim da naša lokalna samouprava, opština Kanjiža, isto tako određenu ulogu ima u finansiranju ovih projekata i značajnu podršku uživamo i sa njihove strane. Potpredsjednik pokrajinske vlade i sekretar za privredu Miroslav Vasin naglasio je da će ulaganja u nove sadržaje u Banji Kanjiža u mnogome doprineti da rezultati turističke privrede budu bolji od postojećih. Vasin je dodao da se pre 2 godine ušlo u proces revitalizacije vojvođanskih banja po uzoru na banje u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, kako bi sve bile u prilici da dobiju sadržaj poput Blatnog bloka, te da su ovi sadržaji realizovani u Banji Junaković u Apatinu, centru Relaks u Kovačici i sada u Kanjiži. Pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Vesna Kopitović istakla je profesionalnost i stručnost kanjiške ustanove, ali se osvrnula na ozbiljan problem nedovoljnog broja pacijenata koji se zajednički mora rešavati. Trebaju nam pacijenti. Pacijenti zaslužuju da budu Kanjiži, zaslužuju da se leče. I ako vi pogledate građanke i građane Vojvodine koji zaista treba ovde da dođu, onda ajmo da apelujemo svi da celo naše indikaciono područje koje zaslužuje bude prošireno, da budemo fleksibilni, da damo više našim građanama i građankama da dođu do Banje Kanjiže, da mogu da se leče, hajde da to uradimo. Novi Blatni blok je otvoren simboličnim činom presecanja vrpce u kome su učestvovali potpredsjednici pokrajinske vlade Miroslav Vasin i Mihajl Njilaš, resorna pokrajinska sekretarka za zdravstvo Vesna Kopitović i direktorka banje Slobodanka Drndarski. Novinaru Novosadskog dnevnog lista Dnevnik, Miloradu Mitroviću iz Kanjiže, koji je i saradnik naše televizije, dodeljene su proteklih dana 2 priznanja. Povodom dana Dnevnika, 15. novembra, pripala mu je 2. nagrada, a 24. novembra u Master centru Novosadskog sajma uručeno mu je priznanje Udruženja novinara za poljoprivredu Agropres iz Beograda na svečanosti na kojoj su nagrađeni najbolji rekorderi ratarske proizvodnje u Srbiji, a među 2 nagrađenih za novinarski rad u oblasti poljoprivrede je i Milorad Mitrović. Priznanje je bilo i u prethodnom periodu. Pre 5 godina sam također dobio 2. nagradu, godišnju novinarsku nagradu Dnevnika povodom dana Dnevnika, a pre 20 godina sam podelio 1. nagradu sa jednim kolegom, a mnogo ranije, pre 30-ak godina, sam dobio godišnju nagradu kao najbolji honorarni saradnik. U mom matičnom listu, u Dnevniku, prethodnih godina bila jedna serija reportaža sa stalnim nadnaslovom Razgovori na sokaku, koje su bile posvećene pre svega životu na selu i poljoprivrednicima, a to se zaokružilo sa nekom brojkom od 100 reportaža, a nastavljeno sa serijalom Kotrljanje ravnicom, gde su isključivo zastupljeni poljoprivrednici iz regiona Potisja, a i šire kada za to ima prilike, napravim prilog o poljoprivrednicima koji su specijalizovani za neku od proizvodnja u oblasti ratarstva, voćarstva, povrtarstva, stočarstva i drugim delatnostima. U novinarskoj profesiji Milorad Mitrović je još od 1969. godine, najprije kao honorarni saradnik dopisnik u opštinskom listu Tribina u Inđiji, potom u regionalnom listu Sremske novine u Sremskoj Mitrovici, a za Novosadski dnevnik piše više od 42 godine. Moji prvi koraci u novinarstvu vezani su za Dnevnik. U prvom razredu srednje škole ja sam za jedan opštinski list Tribina koji izlazi u Inđijskoj opštini napisao moju prvu vest da je otvoren kiosk za novine novinsko izdavačke kuće Dnevnik. Kasnije sam nastavio u Sremskim novinama. Tokom školovanja u Novom Sadu svakodnevno sam pri odlasku do škole i povratku prolazio pored zgrade Dnevnika,
negde u četvrtom razredu, posle polugodišta, sam ušao u zgradu, ponudio saradnju i evo, od tada, od 1973. godine, znači skoro više od 42 godine, sarađujem u listu Dnevnik, a od 1989. godine, 26,5 godina, mi je to i moje osnovno zanimanje. Novinarska profesija je lepa, ali i veoma zahtevna. Zato i ne čudi poznata izreka da je novinarstvo lep poziv ako se na vreme napusti. Kolega Mitrović je u našoj sredini u informisanju javnosti prisutan od samog dolaska poslom u zdravstvenoj struci, ali je novinarstvo mu je predstavljalo veći profesionalni izazov. Najteže je u svemu tome biti objektivan, uvek saopštiti čitaocima ili gledaocima televizije ili slušaocima radija istinu, pri tome saslušati sve strane, ako je neki problem u pitanju, treba biti objektivan, istrajati na tome, jer kada se završi posao u trenucima slobodnog vremena, onda možeš mirne savesti izaći i prošetati na ulici ili otići ponovo na mesto događaja, otići na selo, na salaš i drugom prilikom ponekad i odneti primerak novina, ako na salaš ne stižu novine ili u selo, tako da je to veoma odgovoran posao i ljudi to znaju i da cene. Posebno je drago kada nekoga sretneš posle 20 ili 25 godina, pa on kaže da je jedini put bio u novinama kada sam ja nešto pisao na neku temu i da on to još uvek čuva kao dragu uspomenu. Pošto živim u Kanjiži i pratim redovno događaje u Kanjiži, od kada je startovala Kanjiška infotelevizija pre nešto više od 15 godina, ja sam se uključio i od tada zbivanja pratim i zajedno sa kolegama kamermanima iz infotelevizije. Trudim se da objektivno informišem naše gledaoce o onome šta se zbiva u skupštini opštine, u mesnim zajednicama, na manifestacijama, a i kada su neki problemi u pitanju, nastojimo da događaje predstavimo pravovremeno i objektivno. Uprkos umornom vremenu, peti međunarodni festival Hurki i kobasice predviđen 28. novembra u Adorjanu, koji je okupio 82 ekipe, od kojih 4 iz Mađarske, protekao je u dobrom raspoloženju uz veliku gozbu i veselje. Počelo je ujutru prikvazivanjem tradicionalnog svinjokolja, a posle pozdrava učesnicima koje je uputio predsjednik mesne zajednice Čaba Bošoš i podjele materijala ekipama, nastavljeno je sa spravljanjem hurki i kobasica. Svaka ekipa je dobio 5 kg mesa za kobasicu i dobili su iznutrice i svinjske glave za hurke da se naprave. Šta ovaj festival znači za Adorjan, selo sa oko 1000 žitelja, a gde se ovde okupi danas mnogo više posetilaca? Na severnom delu svinjarstvo ovde u našoj okolini je najbogatija i tako smo i počeli kad nam je došla ideja da napravimo festival što vezano za, kako se zove, za proizvodnje svinje. Ranim godinama uvek naši stari tu oko 29. novembra su počeli sa svinjokoljom i mi smo to mislili da napravimo tradiciju, pa da se čuje u celoj državi gde se nalazi Adorjan. I ja mislim da smo na dobrom putu da to i uspemo. Šta očekuje najbolje
takmičare u spravljanju hurke i kobasica? Pa to bi bilo teško da nabrajam sve nagrade. Nagradni fond nam je ukupno neki 501 dinara vrednosti. Tu imamo tri najbolje hurke i tri najbolje kobasice i najbolja ekipa. Petočlane takmičarske ekipe su se trudile da pripreme ukusne hurke i kobasice kako bi pridobile naklonost žirija. Žiru je trebalo predati uzorke po par hurki i kobasica u sirovom stanju, a preostalom količinom raspolagale su ekipe. Mi svake godine skupljamo ekipu Jelodom Kanjiža. Naša ekipa, znači monterska ekipa i ekipa koja radi u firmi. Imamo nas osmoro. A ko je glavni majstor? Glavni majstor je Ferenc Djulaji i Kristijan Žigmond i Mari Kristijan. Oni su glavni koji prave hurke i kobasice. Pravite po domaćem receptu? Jeste, pravimo po domaćem receptu i prošle godine baš bili smo prvi u kobasici. Tako da sad čekamo i ove godine dobar rezultat. Drugi put smo došli iz Kupusine, prošle godine smo osvojili drugo mesto i zadovoljni smo sa gostovanjem, lepo su nas primili, tako i lepo se osjećamo, super je. Predstavili smo se sa domaćim kobasacama, doneli smo ljute paprike domaće naše i ajvarku i prošle godine smo osvojili drugo mesto. Glavni majstor je moj kum Zolika. Ko pravi najbolje kobasice u Kupusinama? Pa ja mislim da on pravi. Zadovoljni smo, super je. Domaćini su se pobrinuli da se svi posetioci okrepe u vreme ručka, jer je za degustaciju ispečeno i podeljeno 10.000 hurki i kobasica u zemičkama. Prva nagrada u ukupnom plasmanu pripala ekipi Haš Pokok iz Tornjoša. Pobednik je za kobasice ekipa Magušok iz Malog Peska, a za hurke ekipa Falka iz Doroslova. U vreme festivala u ulici Pap Pala i okolini u Adorjanu bilo je dosta ponude suhomesnatih proizvoda, vašarske robe i drugih proizvoda, a predstavljene su i poljoprivredne mašine. Dobrom raspoloženju tokom dana doprineo je nastup više svadbarskih orkestara, a pod velikom šatrom koncerte su održali Zvonko Bogdan i potom mađarska grupa EDA. Prošle nedelje bili smo u prilici da najavimo vest da Rivački klub Potisje iz Kanjiže je uspeo da posle 9. kola prve Rivačke lige Srbije nađe među najboljih 4 Rivačkog kluba i posle dve borbe, posle borbe sa Proleterom iz Zrenjanina i Spartakusa iz Subotice, naši rivači uspeli su da osvoje treće mesto zahvaljujući pobedom nad Subotičana sa rezultatom od 6:2 i time uspeli su da dokažu posle jednog dugog vremenskog perioda da je našim rivačima stvarno mesto je među najboljih rivačkih klubova u Srbiji i nadam se i želim da naši rivači nastave svoj rad, jer uz podršku rukovodstva kluba i naših sponzora siguran sam da mogu postići sličan, čak što više i bolji rezultat naredne godine, kada možemo adekvatnom radom i trudom postići čak i položaj da u finalnoj borbi, da se borimo za prvo mesto. Izborna skupština Fudbalskog saveza opština Kanjiža Senta Ada održana je utorak u Totovom selu. Za novog predsjednika sa 4-godišnjim mandatom izabran je Živko Kojić, kandidat Fudbalskog kluba Jedinstvo iz Martonoša.
Prisustvovala su 22 delegata, a Kojić je izabran većinom od 14 glasova, dok je njegov protiv kandidat Miloš Vidović iz fudbalskog kluba Potiće iz Kanjiže dobio 4 glasa. Za zamjenika predsjednika izabran je Petar Bilić iz Kanjiže, dosadašnji predsjednik, a za potpredsjednika Ištvan Bajus iz Sente.